Emlékeim szerint legelőször Bukarestben találkoztunk. Én ott végeztem a Képzőművészeti Akadémiát, és ő akkor már egy befutott művész volt, én pedig egy fiatal kezdő. Ez a kapcsolat aztán folytatódott, miután ő kivándorolt Németországba, én pedig átköltöztem Magyarországra, akkor volt ugyan egy hosszú kihagyás, de aztán itt a 80-as években itt újra találkoztunk itt Budapesten, és ez a kapcsolat egyre jobban elmélyült. Én nagyon sokszor meglátogattam őt Münchenben, ő itt engem Budapesten, és ez a kapcsolat élő volt ez alatt a évtizedek alatt. És aztán, amikor ő életvitelszerűen Budapestre költözött, így a kapcsolat, ha lehet, még szorosabbá vált, és ez a mostani alkalom még inkább megerősít ezt a barátságot. Boldog voltam, amikor hallottam, kérdezte engem, a Gyuri, nem csinálunk egy kiállítást? Ez a kiállítás, konstrukción und dekonstrukción. Ez az ő ötlet volt, nem az enyém. És és mindjárt mondtam, igen, hát fantasztikus ez, az ötlet. És mi többször kiállítunk együtt, a Vudak, ez Budak, a Magyarországi Német Szerzők és Művészek Egyesülete minden esztendőben rendez tárlatokat. Ezeken többször szerepeltünk együtt más képzőművészek társaságában. Olyan már előfordult, hogy alkotásaink viszonylag egymáshoz közel voltak megtekinthetők, arra azonban először nyílik lehetőségünk, hogy csupán kettőnk életművére fókuszáljon egy önálló kiállítás. Így a műveink nem csak erősítik egymás esztétikai hatását, hanem nyilvánvalóvá teszik a kettőnk közötti szellemi rokonságot. A tárlat látogatói a kiállított plasztikák és festmények által megérzik majd azt a művészi minőséget, amely összeköt és további munkára ösztönöz bennünket. Két teljesen ellentétes, hogy is mondjam, csak művészi hozzáállásról és gondolkodásról van szó. Egészen más a műveknek az anyagba való formálása és kivitelezése, teljesen homlokegyenes más önálló. Van egy ipari része is a dolognak, tehát ezeknek a műveknek a kivitelezése. Folytán én pedig egymagam vagyok a műtermemben, és egymagam próbálom ezeket a képeket elejtől végig vinni. Az Ingónál kell, hogy legyen egy ipari háttér, és különösen akkor, amikor egy szabad térre szánt, nagy méretű művet előállít, és ennek megfelelően az egy csapatmunka. A tárlat címe az, hogy konstruktív-destruktív, ami látszólag azt feltételezi, mintha művészi értelemben két különböző, úgy is mondhatnám, hogy két ellentétes úton járó képzőművész munkáiról lenne szó. Én konstruktivista szobrászművész vagyok, Jovián György pedig egy olyan festőművész, aki a képeim megjelenített épületromok, roncsdarabok révén fejezi ki a maga társadalom kritikáját. Vannak festményei, amelyeken nehéz sorsúakat, számkivetetteket, hajléktalanokat, elesetteket örökítnek. Nem ismerjük a múltjukat, csak a jelenüket. Rámutat a személyiség és a környezet megromlottságára, melynek az eredménye a destrukció. Az én szemléletem a konstrukció, az építkezés, mi több az újjáépítés, a teremtés. Ezáltal a lebontáshoz és újraépítéshez, vagy megfordítva, az építkezéshez és a romboláshoz való viszony egyaránt nagy meggyőződéssel jut kifejezésre mindkettőnk ábrázolás módjában. Az építésnek és a bontásnak ez az antagonizmusa, ez számomra egy nagyon izgalmas kihívást jelentett, amikor ugye ez az ötlet felmerült egyébként, hogy együtt állítsunk ki, és hát erre építettem, erre a végletes különbözőségre, és művek között egy olyan tér jön létre, amiben egymást segítik ezek a művek. Ez az én bontás című képem, amiben szerepel egy nagyon körülhatárolt sárga folt, ami mintha rímelne az Ingo Glassnak a háromszögeire. Önála a sárga és a háromszög az tulajdonképpen egy és ugyanazt jelenti. Nálam ez ugyan véletlenszerű, de ennek a sárgának a nyersessége és az ő tiszta sárgái, ezek valósággal összecsengenek. Remélem, és
hogy ez a kiállítás, ahogy van most, hogy egy vándor kiállítás lesz jövőre. Köszönöm szépen!